going for family. I'm not family. No. You're cargo. A jelenleg is futó és nagy népszerűségnek örvendő The Last of Us sorozat adta annak az előadásnak az apropóját, amelynek a székesfehérvári Petőfi Kultúrtanszék adott otthont. Pletcher Ádám az iGenerációért Egyesület elnöke kiemelte, hogy az esemény egy fiataloknak szóló programsorozat része. Kultúrfest néven találtunk ki egy programsorozatot, aminek ez az első alkalma, ahol arra vállalkozunk, hogy sokféle izgalmas témában előre megszervezünk a fiataloknak kis előadást, beszélgetést, bemutatót, és hát gyakorlatilag adta magát a helyzet, hogy ezzel foglalkozni kell, hiszen hát egy népszerű sorozat. Az érdekfeszítő előadás a biológiai hadviselés mennyire valós veszély, mi a valóság címet viselte, a vendégelőadó és a téma szakértője pedig Porkoláb Imre dandártábornok, védelmi innovációért felelős miniszterbiztos volt, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy mennyire rejtenek valós veszélyt a biológiai fegyverek, és egy esetlegesen ezekkel kirobbantott háború. Azok a fejlesztések, amik főleg védelmi szempontúak, azok azért nagyon biztonságos körülmények között zajlanak, úgyhogy szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ennek a veszélye minimális. Viszont az tényleg valós, hogy egyre nagyobb hozzáférés van ehhez a technológiához, és minden technológiával, ahogy a történelem folyamán ezt több ezer éve láthattuk, ezt fel lehet jó célra is, és fel lehet rossz célra is használni. Az előadás másik résztvevője, Varga Tamás országgyűlési képviselő a saját filmes élményei kapcsán szólt a hallgatósághoz, vagyis a Székesfehérvári Szakképzési Centrum diákjaihoz. Ha visszaemlékszünk a Dustin Hoffman filmre, és bent látjuk ezt a sárga védőöltözetet, akkor egy hasonló védőruhában voltak ott a katonák, akiknek, és ezt sem tudjuk sokan, akiknek nagyon fontos szerepük van egy ilyen esetleges baleset esetén. Ahogy az az előadáson kiderült, elenyésző az esélye annak, hogy a Dustin Hoffman főszereplésével készült Vírus című film, vagy a The Last of Us sorozat fikciója valóságá váljon, de egy biztos, a fiataloknak bizonyára felejthetetlen élményt jelentett az előadás, melynek végén a bátrabbak még a híres, sárga színű védőszkafandert is felpróbálhatták.